Sziasztok! El is jött a következő tesztelés ideje. Ezúttal egy Tandem Pro V3D típusú masszázságyat fogunk tesztelni, melyet szintén a fabuló küldött számunkra. Azt kell tudni erről a típusról, hogy összecsukható, favázas, háromzónás és extrán megerősített, préselt lemezekből rakták össze. Tulajdonképpen ez az a típus, amit már ti is ismerhettek, legalábbis az alapgyártmányát, ugyanis ez az a klasszikus favázas masszázságy, amit nagyon sok helyen árulnak. A különbség a hagyományos változat és e között azonban az, hogy ebben sűrűbb, vastagabb habszivacsok vannak, illetve az alatt dupla vastagságú, préselt felemezek biztosítják a nagyobb teherbírást. Most ki fog derülni, hogy a gyakorlatban ez mennyit számít a hatékonyság szempontjából. Igazából a legjobb időben kaptuk ezt a masszázságyat tesztelésre, ugyanis holnap indulunk az Ultra Balaton futóversenyre dolgozni. Azt kell tudni erről a rendezvényről, hogy ott egész nap reggeltől estig a dinamikus sportmasszást fogjuk tesztelni az ágyainkon, ami hát az egyik legnagyobb terheléssel járó masszázsfajta. Ha azt kibírja ez a masszázságy, akkor szinte bármit. Álljunk is neki a tesztelésnek! Sziasztok, itt vagyunk át az Ultra Balatonon, Ficsissel és Lajossal, és hát itt fogjuk extrém körülmények közbe tesztelni ezt a jó kis ágyat. Ha minden igaz, mostantól körülbelül 13 órán át fogunk dinamikus sportmasszást végezni rajta. Megnézzük, hogy bírja. Gondoltunk rá, hogy még a helyszínről bejelentkezünk aznap, de igazából 15 órásra sikerült ez a munkanap, és hát elég fáradtak voltunk már a végén, úgyhogy ez elmaradt. De lényeg, hogy megcsináltuk, beteszteltük az ágyat, elég jól is szuperált. Mielőtt azonban bővebb véleményt mondanánk róla, még másfajta kezelésekkel is beteszteljük itt Budaörsön, a Rapid Massage Service bázisán. Itt van tehát velem Kazi, Alexa és Sipi. Velük fogjuk ezt a feladatot elvégezni. Find some old forgotten words, an ancient melody. He turned to me as if to say, hurry boy, she's waiting there for you. Páciensként feküdtem rajta, akkor azt éreztem, hogy alapvetően kényelmes,
kivéve a hozzácsatolható extra fejrész, az nagyon kényelmetlen és kemény volt, az itt nyomta az arcomat. Amikor lejjebb mentem az ágyba várt kivágáshoz, ott ugyanolyan volt, mint a fagulónak a hasonló ágyain, tehát semmi különbség nem volt, az már egy sokkal kényelmesebb fejrészt adott. Mikor kezeltem rajta, akkor alapvetően ugyanolyan kényelmes volt, mint az egyszerűbb verzió. Más felállásággal összehasonlítva ezt lejjebb tudtam engedni, úgyhogy ez határozottan pozitív volt. Amikor kezeltem rajta először relax masszást, és benne volt a plusz fejrész, az teljesen jó volt, tehát hogy hasonlóan a többi ágyhoz, itt is lehetett biztonsággal mozogni mellette. És hát a legnagyobb strapabírás, ugye amikor a tájmasszást csináltam, ugye hogy az én súlyomat hogy bírja el, amikor egy lábbal terhelek ide hátra rá, amikor a lábat masszírozom, ott is teljesen biztonságos érzetet adott, tehát hogy nem nyikorgott, nem volt olyan érzetem, hogy most le fog alattam szakadni a 90 kg alatt ez az ágy, úgyhogy ez így egy pontba sűrítve a tömegemet, úgyhogy ez ilyen teljesen pozitív volt. Nekem speciál bejött, nagyon jó volt a faszerkezete, tényleg bírta a strapát, nem volt benne semmi kis nyikorgás, a vendégek szerettek rajta feküdni, és ezt az egész jó kis hajtós napot teljesen jó kiállta. 15 órán keresztül felváltva dolgoztunk végül is rajta. Nekem is nagyon tetszett, hogy nem nyikorgott, mert egyébként a fémszerkezetekre jellemző, hogy nyikorognak. Nagyon jó vastag a szivacsa, tehát amikor volt egy kis időnk és egymást masszíroztuk, akkor itt nagyon kényelmesnek találtam. Összességében én is nagyon jó véleménnyel vagyok erről az ágyról. Érezhetően masszívabb, érezhetően stabilabb az alapkonstrukciónál. Jobban bírja a dinamikusabb, sportosabb technikákat, illetve a különböző kimozgatásoknak a lendületeit. Nekem kényelmesebb rajta feküdni, mint az alapkonstrukció. Valószínűleg ez a vastagabb szivacsoknak köszönhető, amik benne vannak. Az is nagyon szimpatikus még nekem is, hogy többféle méretre lehet állítani a lábát, illetve a magasságát, mint az alapkonstrukciónak. Ez azt jelenti, hogy változatosabb terápiákhoz, változatosabb méretű emberekhez lehet hozzáigazítani. A kiegészítők nekem sem annyira kényelmesek rajta, tehát például a kiegészítő fejrész, az tényleg nekem se kényelmes, bár én megmondom őszintén nem is szoktam ilyeneket használni. Illetve ami még gond lehet hosszú távon, bár ez ennyiből ugye nem derült ki, az az, hogy a mai masszázsasztaloknak a felületét már érezhetően, illetve láthatóan vékonyabb bőr borítja. A 10-15 évvel ezelőtti konstrukcióknak még háromszor, kb. Háromszor ilyen vastag bőrborításuk volt, ami hát nehezebben szakadt ki, tartósabb volt. Tehát, hogyha a gyártók felé mondjuk lehet egy ilyen véleményem vagy meglátásom, én azért gyártanék ma is ilyen vastagabb bőrborítással rendelkező asztalt. Oké, hogy tervezett avulás van már ma, de inkább dobjunk rá egy 10-20 ezer forintot az árára, de legalább legyen tartósabb. Van, akinek ez számít. Ez volt tehát a második videónk. Remélem tudtunk segíteni a meglátásainkkal, hogy bölcsebben tudjatok magatoknak masszázsasztalt választani. Sziasztok!